Én előbb interneteztem, mint a gyerekem, mint az István. Facebookon is fönn vagy? Fönt. Ezt most komolyan mondod? Akkor. Akkor majd bejelöllek. Jelöljél. Elfogadom. Köszönöm. A Nem adom fel mai főszereplője egy halatlanul kedves, derűs és jóindulatú ember. A mindenkivel tegeződő 90 éves szobrászművészből süt az ember és élet szeretet. Pedig többször beleborzong az ember, amikor Cséri Lajos személyes tragédiájáról és pokoljárásáról beszél. Az ő története következik. Szentes 1940-es évek. A fiatal Cséri Lajos ekkor a szentesi református iskolába járt. Noha mindkét szülője zsidó származású volt, sőt apai nagyszülei e vallás szerint is éltek, ő református hittant tanult. Otthon nem volt téma a származás. Nem úgy a falakon kívül, ahol szörnyű dolgok voltak készülőben. Rendkívül nehéz idők voltak. A megkülönböztetés, a megalázás, a mindenből való kiközösítés. Későbbiek során aztán, amikor összeköltöztettek, és a nagyanyám megírta, hogy gyerekeim, legyetek türelmesek. Meg fogjátok látni, elmúlik. Te akkor hitted ezt? Hittem. Én mindig hittem. Hittem. Mindig hiszem. És bizakodó voltam. Ma is az vagyok, 90 éves koromban. Mikor érezted, hogy itt többről van szó, mint sima megkülönböztetésről? Arról, amikor már összezártak bennünket. Szányban volt? A náci megszállás után? A náci megszállás, március 19-én 44. március 19-én Már szentesen gettót létesítették, a zsidó templom környékén kiürítettek két utcát, a lakókat kilakoltatták és oda tömörítettek, úgyhogy egy ilyen 5x4-es szobában tizenvalahányan laktunk. De apukád akkor már munkaszolgálatos volt, ugye? Édesapám már akkor meghalt, 42-ben. Ti ezt tudtátok, hogy meghalt? Hát hogyne, én még Szentesről elindultam hajnalban 4 órakor, hogy odaérjek, és sajnos késett a vonat, és már jöttek a temetésről haza, amikor én kiérkeztem a temetőbe. Édesapámat 40-ben behívták munkaszolgálatra, Hajdúhatházra. És hát mi nagyon szegények voltunk, nem volt az a téli gúnyája, az a téli felszerelése, megfázott. Édesanyám 2 esztendeig ápolta apámat, és 42-ben meghalt. Te? Ő még itthon. Anyám ment a nagyszüleimmel gettóba, Nagyváradra, és Nagyváradról Birkenau Auschwitzban. Új Szegeden egy hatalmas nagy tehervagon. Vagon állt össze, talán 40 vagon volt, marha vagon. Abba zsúfoltak bennünket, ott Szegeden, ott már nem csak szentesiek voltak, hanem már azok között volt Hódmezővásárhelyi, volt szegedi, sok mind a megyéből. Ti mit tudtatok, hova mentek, na mit fogtak ott csinálni? Hát az volt az igazság, hogy transportok mentek. Én ma sem tételezem fel, hogy tudták azt, hogy aki az első transporttal elmegy, az rosszabb helyre kerül, mert aki az első transporttal elment, az mind Auschwitz-Birkenau-ba kötött ki. A második transport Szegedről már Ausztriába ment. Erről egy rabbi döntött, ha jól tudom, ugye? Erről egy ilyen tanács döntött, de a tanács vezetője a szentesi rabbi volt, és ő válogatta ki, hogy ki megy, ki nem megy. Engem elválasztott a nagynénémtől, a nagybátyámtól, hogy én nekem menni kell. És így mentünk el, 80-at magunkkal egy vagomba. Ott egy halottal és egy őrülttel érkeztünk meg. Tehát aki megőrült az úton, úgy érted? Igen, sajnos. És milyen körülmények közt utaztatok ti? Tehát ételt, italt mennyire nem kaptatok? Semmit se kaptunk. Amit még hazulról hoztunk, száraz kenyeret, azt tördeltük és azt tettük, és a vizet egy ilyen teljes kannába volt. Az elfogyott, és alig vártuk, hogy essen az eső, és kitartották, aki ott volt közel a kezét, és így csurgatta bele
a teljes kannába, hogy egy kis nedvesség érje a szánkat. A Magduska Miskolci és Edelényben, meg ott a környékben neki nagynényei laktak, ahol gyakran nyaralt, így megérkeztünk, ő fölismerte a drácson keresztül, hogy Forró-Encsen vagyunk. És Magduska ott kinézett az ablakon, és az egyik vasutas ott az egy vagonokba valamit rakodott. Ismerte személyesen, nevén szólította, hogy mit tudom én, Péter, Pál vagy János, hozzon már egy kis vizet. Az megszólalt és azt mondta, Magduska kisasszom, hung van maga. Hát el se tudta képzelni, és akkor annyi volt, hogy az ujjait ki tudta dugni, és ki tudta a kis, ekkora kis teljes kannát dugni, hogy adjon bele egy kis vizet. Boldogan hozok egy kis vizet, mert együttérző volt, és hozott vizet. De a másik vasutas már bejelentette a csendőrnek, és amikor nyújtotta így föl a vizet, a puskatussal a csendőr ráütött a kezére. Nem kaptuk meg a vizet, sőt, még baja történt ennek az embernek, hogy az üldözötteket pártolta. Ilyen szituáció volt. Ez mindent elmond. Meddig utaztatok? Meddig tartott az út? Nem tudom neked elmondani, de körülbelül egy hétig tartott, mert ez a vonat, minthogyha lassított felvétel lett volna, cammogott. És így ültünk a kis hátizsákunkon, így. Mellettem a Magduska, itt a barátom édesanyja, itt az egyik barátom, a másik oldalon a másik barátom, a Jóska meg a Tibi. És így. El tudod képzelni? Mikor Kassára érkeztünk, a németek kinyitották a vagonajtót. Azt hittük, a Mennyországba érkeztünk. És kérlek szépen, a németek ott Kassán egy ilyen katonai kondírba főzött meleg gulyáslevest adtak. Ott mindenkinek volt csajkája, meg ilyesmi, fel voltunk készülve erre, meg vizet adtak. Sőt, kinyitották a vagonajtót, és minden ajtóban egy-egy SS ült, rogatta a lábát lefele, de egy válszélességnyi nyílás volt a marha vagonon. Addig le voltunk zárva, lombálva, alig kaptunk levegőt azokon, marhavagon ablakain kereszt. Amikor megérkeztetek, ki fogadott benneteket? Az igaz, hogy Mengelével találkoztál? Az igen. Az úgy volt, hogy amikor kiszálltunk a vagonból, akkor már jöttek az úgynevezett kanadások. Hogy miért nevezték őket kanadásoknak, akik mondták azt mindenféle nyelven, hogy a csomagjaikat hagyjátok itt szépen, majd estére megkapjátok, és a többi, és a többi. Kiürítették a vagonokat, és minket sorba állítottak. Bal oldalon a férfiakat, kik voltak a férfiak? Öregek és gyerekek. És itt a másik oszlopban anyák csecsemővel a karjukon, vagy fogták a gyerek kezét, azok álltak a másik sorba, a nők. És először mentek a férfiak. Mengele tisztes távolba állt. Meg volt húzva egy vonal, addig szabad volt menni. Nem tovább, mert hát nehogy esetleg ugye valami baj történjen. Meg kell mondjam neked, ez a Mengele. Egy nagyon jó megjelenésű, nagyon jó képű, ekkora nagy kék szemű, egyenruhába, tányérsapkába, lovagló csizmába, lovagló pálcával mindig a Bricsesz nadrágját így ütögette, és ő ott állt, tisztes távolba tőlünk, körbevéve az ő kíbereivel, az ő embereivel, nem tudom néhányan, azoknál mindegyiknél egy farkas kutya volt. És a vonalnál vigyázásba keletett. Ő megnézett, és én nekem szerencsém volt. Azt kérdezte, hány éves vagyok. Én akartam a német tudásomat fitoktatni. Meg az az igazság, hogy a gyerek, amikor már betölt egy kort, én betöltöttem januárban a 16-od, én már 17-et mondtam. És talán ez volt a szerencse, vagy nem tudom, a Jóisten segített ahhoz, hogy ezt mondjam.
Mert ha 16-ot mondtál volna, a másik oszlopba kerülsz? Esetleg akkor engemet baloldalra küld. És akit baloldalra küldtek? Az a gázba ment mind. Így mentünk a fürdőbe. Ami hatalmas nagy hangár volt, ebből hol víz, hol gáz jött. Nekünk szerencsénk volt, mert víz jött, lefürödtünk, lenyírták ott a hajunkat. Ugye 16-17 éves gyereknek már imit tamorta, nem is szőrzete is megvan, ugye? És akkor ilyen régi volt kézi nyírógéppel, ami soha életben nem volt, érted? Felfektettek egy padra, mindent szőrzettől megfosztottak, és utána bekentek valami égető, égetni, nem tudom mivel, benzinnel, petróval vagy mivel, de voltak, akiknek olyan csípést okozott, hogy táncoltak, mint egy paprikajancsi. És így kerültünk aztán a cigánylágerbe. Ott azért cigánylágerbe, mert ott a cigányok voltak az urak, nem magyar cigányok, szlovák, meg cseh, meg németek volt. Ez a borzasztó szenvedés, az a szürreális körülmény, amit ott teremtettek, az olyan lakonikussá teszi az embert, hogy teljesen minden mindegy, hogy mi fog történni. Érted? Szóval váratlan, hogy úgy mondjam, mert annél rosszabb nem lehet. Lajos összesen 11 láger építésében vett részt, jobbára kubikos munkát végzett. Az egyik nap munkára kerestek embereket, arra hivatkozva, hogy egy konzervgyárban kell majd dolgozni. Lajos csalódottan vette tudomásul, hogy a sorban mellette álló embernél zárták le a válogatást. Csak később tudta meg, hogy az úgynevezett Sonderkommando tagjait válogatták. Az alakulat tagjai szállították a halottakat a gázkamrából a krematóriumba, ahol az égetés is az ő feladatuk volt. Lajos nem sokkal ezután Dachauba került. Megérkeztünk Dachauba, de ott már nem volt csomag, csak a rabruhánk, semmi más. Megadtak egy darab kenyeret, boldogok voltunk. És mentünk. Boldogok voltunk? Ezt így ki tudod jelenteni, hogy az ottani körülmények közt volt boldogság? Igen, mert tudod, milyen nagy úr az éhség. Az éhség, a szomjúság, annál nagyobb fájdalom nincsen. És mikor oda kiválasztottak bennünket, akkor egy átmeneti lágerbe kerültem, ahol már kiengedtek a latrinára, hoztak vizet, adtak naponta egyszer egy 5 deci meleg vizet levesként, és mondom, mikor útnak indítottak, akkor hát a német négyszögletes kenyérnek egy harmadát adták mindenkinek. És tudod mi az, hogy mikor az ember egy falat kenyeret esz, megmenti az életet. Hogy bírtad te ezt fizikailag? Hát 17 évet nem töltöttem még be. Én farosi gyerek voltam, tudod? Én nekem a kezembe megállt a ásó, a lapát, de az a öreg orvos, öreg ügyvéd soha életében nem vett a kezébe lapátot. És kérlek szépen, voltak itt a munkavezető, ezek a németek, ezek a kiképzett szadisták, ezek ott élve agyonverték a kapanyéllel az emberek. A szemetek látta? Szemünk látta. Sok ilyet látta? Tessék? Sok ilyet látta. Sokat. Na most ilyenkor az emberben milyen érzések munkálnak? Meg kell mondjam, hogy a Jóisten talán jó természettel áldott meg. Bennem soha semmiféle gyűlölet nem volt. Később se? Később se. Tehát dac, düh, sértettség, hogy miért velem? Nem volt, mert ottan beszélek is erről, több interjúban elmondtam, hogy volt egy katona a sok-sok vadállat között, aki ember volt. És például azt csinálta, hogy ők is nagyon rosszul voltak ellátva élelemmel. Levágta a kenyérnek a papírvékony héját, WC papír, nagyságú papírba becsomagolta, de nem csak az övét, hanem az ő szobájában lévő társainak az összeszedte titokba, és azt becsomagolta, és mindig, mikor őrségbe jött, akkor mellettem, hogy a többi észre ne vegye, leejtette a földre.
és az olyan volt, mint égből a manna. Ezt csak azért mesélem el, hogy azok között is volt az embertelenségben, aki a körülményekhez képest ember tudott maradni. Ő ezeket a dolgokat nagyon-nagyon ritkán hozta elő, és ezt én úgy vettem, hogy ezt az ő saját személyes belügyének tekinti. Ha kérdeznek róla, akkor beszél róla, de ő mint témát a beszélgetéseink során nagyon ritkán hozta elő emlékezetem szerint. Hogyha ő beszél a régmúlt időkről, ezekről, mindig megpróbálja azokat a momentumokat kiemelni, ami jó volt. Arról beszélni, hogy ott volt a szörnyűség közepette, és a kerítés túloldalán volt egy nő, egy Rózsa, aki egy kocka cukornyi kis kenyeret átdobott neki, és akkor ő erről beszél, hogy az milyen csodálatos volt. Voltál-e a szó exakt értelmében úgy életveszélyben, hogy nagyon kevésen múlott? Minden nap. Ez minden nap? Minden nap. Bármikor megtörténhet? Bármikor. Bármikor. A láger területén akasztófa volt felállítva. Akasztófa volt egyes, volt kettes, és úgynevezett ilyen Appelplatznak nevezték németül, ahol mindig számoltak bennünket előről, hátulról, jobbról, balról, minden. Az egy kényszenvedés volt. És a legcsekélyebbért, érted? A legcsekélyebbért krumpli héjat, érted? Valaki a szemét dombról fölvette. Azért már vagy a magas feszültségű drót közé állították, vagy felakasztották. Ilyen hangulat volt. Hogy azért ez a válaszom a kérdésedre, hogy minden percben, minden órában az ember halálveszedelemnek volt kitéve. De én nem adtam fel. Én tudtam, hogy végig fogom élni. Honnan tudtam? Megmondom. Éjszaka. A németek maguk bombázták. Még volt annyi idejük és erejük a lágert, hogy minél több ember pusztuljon el. Én csak így kuksoltam az ajtó főfalnak. Tőlem, mint ide a másik ajtó, olyan távolságra robbant egy bomba. A szilánkok csak úgy röpködtek, érted, mint a vízsugár minden irányba. Én nekem egy karcolás nem volt. És csak annyit mondtam mindig, hogy Istenem, Istenem. És amikor egy ilyen nagy világosság volt, nagy fény, akkor megjelent édesapám. Én nem is tudom, olyan hófehérbe. És azt mondta, kisfia, Efi, vigyázzunk rád. És hittem is, hogy vigyázzunk. Félni féltél te közben? Féltem. Hazudnék, azt mondom. Féltem. Annyira féltem, kérlek szépen, hogy minket fegyveres őrök és ekkora német juhász farkas kutyák kísértek. És azok be voltak idomítva, hogy ha te kilépsz, abban a pillanatban így elkapta a ruhádat. Volt, akinek a hátába a rabruháját, érted? Meg kilépett, vagy nem hajszálvonalba ment. Igen. Na most azért jó pár sorstársadról tudunk, akik ezt nem tudták végigcsinálni. Ennyi idő után, ennyi idő elteltével, és lehet, hogy morbid a feltevés, vagy Isten kísértés egyáltalán ilyenre gondolni, de fölteszi-e magának a kérdést az ember, hogy én miért éltem túl, miért pont én éltem túl, és más meg nem? Kérlek, az az igazság, hogy nekem a nagyomamám egy szent életű asszony volt, imádkozott. Imádkozott, és a gyerekei hitték azt, hogy a nagymama imáját a Jóisten meghallgatja. És a levelezésekben ő adta nekem ezt a hitet, mert olyan leveleket írt, amire én mindig a legnagyobb nyomorba, a legnagyobb szörnyűségek közepette is arra gondoltam,
hogy a nagyanyám imádkozik értem, és a Jóisten meghallgatja az ő imáját. Ez a hit valóságos erőt adott nekem. Szerinted ezen múlik, hogy az ember nap-nap után nem hullik el, hanem teszi a dolgát, és csinálja, és nem adja föl belül, az azon múlik, hogy valaki elhitte, hogy ezt túl lehet vészelni, vagy feladtad-e? Igen. Nagyon sok diplomás ember, orvos, professzorok, jogászok, kérlek szépen, nem bírták a lélektanilag nem bírták a rájuk nehezedő szörnyűségeket. Hamar feladták, érdekes módon. Én valahogy mindig, minden este, amikor nagy keservesen, 38 kiló volt, amikor felszabadultam, el tudod képzelni, milyen erőben voltam? Csont és bőr gyakorlatilag. Az. De még akkor is hittem, hogy az én anyám gyönyörű szép asszony volt. Minden gyereknek az édesanyja a legszebb, de az én édesanyám különlegesen szép asszony volt. És kérlek szépen hittem, hogy ő életben maradt. De ugye 6 éves kisfogomnak a kezét fogta, és együtt mentek a gázba. Lajos 30 családtagját vesztette el a holokausztban. Összesen 1 évet töltött valamelyik táborban. Aztán egy nap hatalmas amerikai tankokat láttak közeledni. Ezek a kiéhezett, még mozogni tudó csontváz emberek, így, mint a kutya, kaparták kifele az elvermelt krumplit, hogy valamit enni tudjanak. Én is kibújtam, képzeld el, 4 kézláb, alig tudtam. Nekem már csak egy rossz lavor jutott, egy alumínium lavor. Nem bántam én, de a rabruhámba ide vettem a krumplit, és nem akartam elhinni, hogy én ilyen gazdag vagyok, mert mindig arra kértem a Jóistent, hogy maradjak életbe, és egyszer rakjak jól még krumplival. És főzöm a krumplit, és kérlek szépen május 1-je van. A tetű hemzseket bennem, nem csak mindenkiben, az hajtott, az vitt tulajdonképpen, azt hiszem, mert erőm alig volt, és ülök a téglán, főzöm a krumplit. Kérlek szépen, megáll mellettem, legalábbis úgy néztem, 2 méteres fekete ember. És mosolyog, és a zsohamsisak a fején, és minden, és úgy néz, az éhes ember mire következtet? Arra következtet, hogy az is ugyanolyan éhes lehet, mint én. Mit tettem? Ilyen kis fadarabok, ilyen kis gyújtószerű ágacskával megbögdöstem a krumplit, hogy megfőtte. És már puha volt. És akkor rászúrtam erre a fadarabra, megpucoltam. És még valami tányért is szereztem ott az SS barakba, az csak ott áll, mint aki lecövekelt. Neki is kínáltam, mondtam, annyit tudtam angolul, hogy please. És azt kérdezte, hogy hány éves vagyok. És akkor mondtam neki, nem értette, és akkor a homokban oda rajzoltam, hogy 16-17. Ott akkor hallottam először, akkor azt mondta, no. És akkor lehúzta a kesztyűjét, akkor láttam, hogy egy fekete embernek világos tenyere van. És akkor így tett. És akkor ő mondta, hogy 1, 2, 3, 4, és 7-szer is felemelte a kezét, hogy minimum 70 éves vagyok. És elkezdett sírni. Az a nagy fekete ember ekkora nagy könnyöket fulajtott, és az oldalzsákját kifordította mellém, ott a homokba. Abba volt keksz, csokoládé, mindenféle papírzsebkendő, meg még kandom is volt, mintha nekem a nagy szükségem lett volna. És igen, ez volt a felszabadulás pillanatai. Ezt a nagy
emberfeletti nehézséget, ami szervezetileg, testileg, amit el kell viselni vagy átmenni, ő átvészelte azért, mert az élet szeretete sokkal-sokkal nagyobb, és ezt az élet szeretetet valahol én szerintem legalábbis 16 éves korában tanulta meg. Azt, hogy az élet mindennél többet jelent, és egyedi. Hogy nem gonoszodott el, akár csak kicsit is? Így született, így hozta a gólya. Ő egy ilyen típusú ember, ami gondolom, hogy nem túl sok van, mert azért az élet nehézségei, problémái általában meggyötrik az embereket, akkor pszichésen, lelkileg is azért nagyon sok ember megváltozik, nem előnyösen. De őnál ez egyáltalán nem tapasztalható. Az elmúlt esztendőben például 4 műtéten egymás után sorozatban csinálták, akkor se adtam fel, tudtam, hogy túlélem. Maguk az orvosok mondták, hogy Lajos bácsi, nem tudom magát, milyen agyagból gyúrták, de ő nem bírta volna ki ezt. És itt vagyok, és beszélgetek veled, és boldog vagyok, és szép az élet, és én nektek magyarázom. Szép az élet? Minden ezzel együtt? Ezzel együtt, igen. Vallom, hiszem. A belső békélet, vagy a derület, azt mi táplálja? Minden ezzel együtt. Mi táplálja? Megmondom, a legnagyobb kincs. A legnagyobb kincs, kérlek szépen, amit az egy ember kaphat. És azt nem lehet megvenni semmi pénzért. Az a szeretet, hogy az ember tulajdonképpen az embert szeretni kell hibáival együtt. És én nagyon szeretem az embert.